Oli. Egyetlen szabadnapomat megkezdem. Némi játékkal. Idő. Fél három. Hát, kezdjünk egy új napot, én azt mondtam. Kezdjünk bele egy új napba. Ez igen, közel van-e? Warning volt. Itt lehet a domb aljába biztos. Hát... abban reménykedtem, közelebb van, ha másszer várni van. Lehet, hogy együtt el is futott. Elnézek az inventory-t, miből mi van. Teljesen jól állok mindennel, nagyon köszönöm. Csinálok egy új napot. Onnan jött a hang pedig. 120 méter. Aha. Renőstény, oké. Ott a hím. Hát ez de jó. Túl a szélos. Az alja a szélosabb. Azt megpróbáljuk.
Tényleg alszunk egyet. Aha, aludnánk egyet. Ah, nem hívna a vadon. Az mellé ment, úgyis tuti. Nem, eltaláltam. Tehát na. Nem voltam vele túl korrekt. Bár nőstény. Igazából nyulat kéne lőni, egy goldot. Vagy ezt, egy goldot. Ezt megpróbáljuk meghívni. Nem emlékszem, hogy Hírsferden hullottak volna a fa levelek. Egyébként. Így az őszbe burkolózva. Hát öregem, a libák azok csapkodnak. Öcsém, igen, nem látok libát, de az árnyék, ja, ott vannak. Azok leereszkednek. Jó, most a libákat hagyjuk. Két nyomorult állat kéne már csak goldból.
jávor, ezt hagyjuk. Ez nyúl. Ez meg már fut. Akkor én ezt megijesztettem. Nem is dobogott. Hát, a dobogtávon tudjam, hogy itt vagy. Kijövök el a tisztásra, itt azért csak látok valamit. Igen, megint nyáverog egy macska. Nyúl. Hát az jó messze vagy. Ja, hát, hogy meg még messzebb. Az úgy elég szép. Nem a legszebb, de elég szép. 168 méter. Közelebb megyek. Tudjak fekvelőni. Képezve már. Várjunk csak. Ez érdekes, a három lőstényt látom futni, a többi. Az ott mit csinál? Hát kíváncsi vagyok, két hím. Mindegyik vitálhit lette.
Az egyik, az biztos. Az nagyon nem ment sehova. Aha. Ügyes voltam. Jó. Gyere kutyám, keressük meg. Na? Ne bizonytalankodjál már, nem, most komolyan szórakozom. Ott futnak a nyulaim, beszarok. Hát, ezek is pont ilyenkor jönnek elő. Az meglett. Az meglett. És megvan a gold nyúl, jaj, de örülök én ennek, ho-ho. Ki is tömjük ennek örömére. Arra szép lett tényleg az a izé grafika. Arra szép lett. Aj, de örülök. Akkor már csak egy ház el, milyen lószar kell. Hogy hívják? Hazel Grows. Ennek van hívója öregem, és ezt az egyet nem tudtam még lelőni. Mindegy, keressük meg kutya. Hol van? Ó, de jó, meg lett. Már csak egy állat kell goldból. Ja, most a hívós állatot nem tudom, azt lövöm le utoljára. Nincs messze. Ott is van. Hát az a gerinclövés, az gerinclövés lett, de ez legalább nem. Kettő, tizenegy. Hát van egy 245-ös, vagy egy 258-as, azt hiszem, úgyhogy ezt most nem töltünk ki. Hazel Grust kéne meglőnünk egy goldot. Aztán vége a küldetés sorozatnak. Elméletileg, hát... Elég nagy helyen van, ha jól emlékszem. Gyakorlatilag ezen a területen végig van, egész délen nincsen csak, tehát az út alatt nincsen csak ez a házel akármicsoda. Bárhol elméletileg rá lehetne bukkanni.
Pont ezt kerestük, ugye? Akkor elkezdjük hívni, lassan megyünk felé. Hát, pofátlanság lenne a földön lelőni. De mivel goldot kell lőnöm, ha földön lövöm le, annak nem lesz értéke, hogy mindenképp röptébe kell. Az is, hát ha szükség lesz rá. Az a baj, aha. Most az előlem megy, akkor az nem lesz jó. Aj, a pont a bokrok. Nem fogom látni a fától, a felrepül, az a baj. Szóval mindenképp röptébe kell lőnöm. Több is van itt, vaze. Hát így szívom meg, gyereke. Volt, hogy három volt. Mindjárt kiderül. Há, gold, és meg vagyunk, kész vagyunk, taxi. Ez az. Oké. Misszió komplett. Van még valami? Nincs. Meg vagyok, meg vagyok, meg vagyok. Oké. Okay. Én szeretem ezt a pályát, én maradok, de viszont nyitok multit. És most már szabadon garázzálkodhatok. Most már jöhetnek a diamondok, most se a goldokat lelőttem. Nézd meg, crashelt a játék, beszarok. Ha!
Ilyet. Nyitok egy multit, aztán crash-re a játék. Megnézem, hogy legalább a mentésem meglette, vagyis hát a... Ja, hogy a küldetésemet bevette. Jó, be. Mind megvan, oké. No. És gyerekek, tudjátok mit? Tudjátok mit fogok csinálni? Ahol van az izé? Ja? Sok hely nincsen, de hogyan oldjam meg? El kell. Mit tudnék kipakolni? Semmit, mi? Nem hát. Nem hát. Egyik puskát ki kéne rakni, de melyiket rakjuk ki? Ezt rakjuk ki. Ezt rakjuk ki. Lehet, hogy hiányozni fog, de valamit meg akarok nézni. Szükség lehet-e? Visszrakjuk a plastikát. Úgy. Visszrakjuk a lőszert is. És képzeljétek, ennek a 22 ellennek van egy kemény magos változata. Én ezt most fedeztem föl tegnap. Egyébként úgy mondom.
Mert eddig nem volt. Vagy lehet, hogy ez nem kell, mert nem esek le sehonnan. És megnézzük, visszafér-e a normál távcső. Hát 10 dek a híján nem. 10 dek a híján nem. És ha éjszakai vadászatot akarok, nem tudom, hogy a loot hívókat. De éjszaka nem fogok ludazni. Éjszaka nem fogok ludazni. Csak most a lud meg a kacsajókat kiraktam. Klasszika ben van. Az ben van. Visszarakjuk a mentőcsomagot. Meg a távcsövet. Visszarakjuk azt is, hát ha. Az 243-as klasszika. Hát mondjuk azzal se, hogy lövök túl messze majd. És aludjunk egyet. Uff, lenne ilyenkor kacsázni, nem? Tisztában legyünk a sarki fénnyel is. Nincs ragadozó. Azon is morfondozok, hogy képezek egy új kutyát, úgyhogy hogy amit utolsó skillbe fölraktam, azt lerakjam. Hiába lehetne 8 féle kutyát csinálni, csak egyféle variáció jó belőle igazából. Még egy kicsit most megcsappant a igen, akkor is kell a lámpa, hogy lássam a nyomokat, vaze.
biztos mögött vannak, mert egy ott van a... Mindig van az a kis nyomorult fatörzs, meg mindig van valami, ami pont úgy. Úgy van, hogy ne lássak rá. Mindig van valami apróság. Szia, lehet jönni, multi van. Gyere. Most éjszakai... Azért van éjszakai vadászat, mert kíváncsi vagyok a sarki fényt, hogy csinálták meg. Aztán nem tudom hány órakor jön elő, úgyhogy... Ha nincs ellenvetésed az éjszakai vadászattal kapcsolatban, akkor gyere. Ha ragaszkodsz a madarazáshoz, akkor csinálok nappalt. Csak elment a nyula. Az egyszem nyúl. Mi nincs neked? Mi nincs, Tibi? Az az nyúl, az elment. Ja, nincs bajod a sötétte, akkor gyere! Harminc méterre van. És pont ott a fatörzs. Akár lőhette volna a söréttel is, nem? Várjál, beinvitállak a izén keresztül. Ben vagy ma a játékba? Most nézem. Ja, mi nem vagy ben. Hát ez Silver. Kéne valami feladatot csinálni magunknak, nem? First challenge. Valami leírás jó lenne, ha lenne ezekről, mert... Shotgun Master Challenge. Moss King Challenge. Erosion King. Hát, ha bejön zseb is, ha van kedve. Szibérián muszk. Jó, ezt hagyjuk. S legyen Diamond, az a legegyszerűbb, de... Az a baj, nincs leírása ezeknek. Romy King Challenge. Hát... Aha, aki először elő három medvét, az éjjel. Nehezen akar betölteni?
Kíváncsi vagyok, hány órakor jön elő az éjszakai, ez a, minek nevezik, sarki fény. Meg gondolom, amúgy is az északi részén a pályának, ott tartom valószínűleg. Már ez az egész pályánra vonatkozik. Amúgy Tibi, Discordon is itt vagyok, úgyhogy nyugodtan jöhetsz. Valószínűsítem, hogy az nyer, aki először elejti a három barna medvét. Bár a leírás nem mondja, hogy hímet vagy nőstény te. Szia Pasó! Na, hello. Szia Tibi! Már bent vagy? És éjszakai vadászat lesz, mert kíváncsi vagyok a sarki fényre. Meglátom, gyönyörű lesz, aztán csinálok nappalt. Hogy lássatok is valamit. Ja, neked nincs meg ez a pálya, gondolom, vagy megvan? Tibi. Nekem nincs. Nincs. Jó. Hát akkor... Akkor lehet, hogy valahol a sátrat kéne kiraknod, nem? Végre betegült. Mindegy, behívlak. Jó. 6 év után betöltött. Az a kihívás egyébként, hogy három barna medvét kell lőnie az első helyezettnek, úgyhogy nem választottam kis állatot, hogy éjszaka lelőni ezeket a apró madarakat, nem valami. Én nem tudom, hogy milyen kacsákodnak ez a mappon, de lepattan a lőszer. Nem lepattan az a lőszer, hanem változott a rendszere a vadászatnak. Tehát a menekülő kacsák sokkal gyorsabbak és nehéz utánuk lőni. Teljesen más rátartással lövök én is. Elég érdekes, mert telibe ráfogunk, hiába, hogy sem nem Én azt csinálom, bár nem muszáj. Láttam, aki körözés közben is meglőtte őket. Én megvárom, hogy leszállnak. Általában csoportba, 2-3-4-es csoportokba összeverődtek, közéjük lövök, abból egy-kettő megvan, és a menekülő kacsákból egy-kettőt még le lehet lőni, de a menekülés sokkal gyorsabb, mint ami eddig volt, és egyszerűen nem hiába lősz utánuk, a range-ből kirepülnek szinte pillanatok alatt. Szia Zsebi! Multi a pálya, ha van kedve, gyere be! Itt a nyúl előttem, vazá! Nagy játék. Proxy? Igen. Azt szerint egy jó dolog, hogy csak fekete képernyő van. Mi a PDA-n? Betöltött végre. Ja, azt hittem, hogy... Mert a betöltésem nekem az az, hogy fogja, és egy fekete képernyő. Szerintem a sarki fény szerintem az éjfél lesz. Nagyon érzésem. Én is arra tippelek, hogy olyan éjfél környékén lesz. Milyen fegyvert kint ugye már a motor? Hát figyelj, ugye, hát most éjszaka van, hát mondjuk sörétest akkor is hozhatsz, mert azért a zseblámpával nézed a eget,
Azért Annyi lehet látni a közöttük madarakat. leteszünk rá. Tehát Szus. sörétes szerintem mindenképp kell. Már ott van egy ház el is. Meg is hívjuk. Teszek be Ligo hívót, az kell. Figyelj, Dergrunt hívót tegyél el. Azt a... Vagy a konzervdobozt, vagy a... Azon. Azt a vékony csövet. Rakjál jávorszarvas hívót. Az nekem még nincs. Nincs meg a jávorszarvas hívó. Nincs, az, nem vagyok azon a szinten. Jack Rabbit hívó meg a párja, az a szürke. Az is kell. Egyik a Mm-hmm. medvének, másik a Ezt Hughesnak. Van egy házel, én nem tudom, hogy azt kell lefejleszteni. De szerintem a DLC-seket nem kell. Az ilyen hülye kis apró síp. Azzal hívsz egy madarat. Akkor várjál, még mi kellett? Az ilyen kacsajúvókat én is kiraktam, mert most kacsázni éjjel úgysem nagyon lehet. Hallod, taxi? Igen? Ahogy kijött a map, én fejlődtem valakit, és kilőttem az albino jávor nőstényt. Most? Mert felment, amikor kiadták a mapot, kipróbáltam, valakit felmentem, és hogy fogtam, kilőttem az albino jávor nőstényt. Ügyes. Így egyből. De aztán találtam egy 8 mitikáros medvét, egy pont híja volt a Diamondhoz. Én találtam egy 9-es legendárit, gold maradt azért, tehát nem lett belőle. Aha. Aha, itt. Erre indulja kell nézni. Erre elindulom. Megyünk, ott van Maci. Illene fölröpülnöd kis koma. Valaki kikötő, ott egy kikötő. Viszont a sötétben az a jó, hogy az állatok nem riadnak meg olyan hamar. Majdnem oda lehet sétálni, közel hozzájuk. Szép lövés volt. Nem ez volt a terv, de sikerült. Hány óra van? Hát... A játék időbeli másfél óra. Tökszem, itt is jó kocsázni, a háznál amúgy. Tudod? Ó, én nekem ki van építve ám már minden. Van vagy hat izé. Madarazóhely. Délen van meg éjszakon. Mert... Na, mert most itt kocsázik. Hogy mondod? Ha már most itt kocsázik ennél a háznál. Ott van, nekem is, van két izém is. Kettő kacsázó helyen van ott, északon van kettő ludazó helyen, meg délen balra lent van kettő vegyes, ahol lud is van, meg kacsa is. Lehet, hogy későbben meg kibálászni, meg valamit. Ugye egy szóját csinálok nappalt, majd. Most egy vadászni sötétben kicsit. Csak arra kíváncsi vagyok, hogy éjszaka milyen az a sarki fény, mennyire lesz megcsinálva. Még én sem láttam, igaz? Magam, az már láttad, de én még nem. Jávor, ez nőstény, ez annyira nem érdekel.
Un madár. Hát Oda ős. beszartam. Mondom, mi fut felém, azt a jávor nőstény. Na jó, vigyázz velük. Nem vesznek észre, ezt rád lépnek. Hát most ejtsem el ezt a jávor nőstényt itt. Az a bajom, ahol vagyok itt, annyi medve szokott lenni. Hát lehet egy íjat is hozhattam volna. 40 méter van. Na, én kíváncsi vagyok, föl is kelt. Föl is kelt. Mindjárt megijed. Elejtjük. Hát, na, bossz. Nem lesz szívlövés innen. Most meg már egyáltalán nem. Hát van egy kis köd, tehát ez az éjszakai távcső ez. Ez jó, hogy nekünk megvan. Elég tiszta az égbolt, úgyhogy lehet, hogy nem sokára lesz sarki fény. Az is nőstény. Lehet, hogy ugyanaz. Nem biztos. Hiszen már nem tudom elérni a madarakat. Nem egyszerű feladat, kb. Olyan, mint a fászánozás. Vannak ezek a fajdok itt, azt azokat rögzítem, azt egy is csak rögzítem most. Néma ott áll. Taxi? Mi van? Taxi. Itt vagyok. A sörétes hány méterre lőjék el? Sörétes? Figyelj, én a öt... Nem tudom... Hát olyan 50 méterig jó. 50 méter kb. Ami még hatásos. Én redotot használok egyébként. Valaki a nagyítósat használja a sörétes távcsövet. Nem hiszem, tudom, miért találtam. Nem jött más, erre kénytelen voltunk belejteni. Nyuszi. Az igen. Taxi? Itt vagyok. Az jó dolog, hogy itt van a hófajd előttem és ilyen, és nem akar elmenni. Hát figyelj, ha földön lövöd le, a kreditet megkapod, de az értéke nem lesz. Nem be, akkor lelövöm. Itt van egy helyben. Itt ők mellett, hogy egy méterre. Lehet, hogy felrepül. Ilyenkor olyan madarak ugye azért kicsit vaksik, úgyhogy most lehet, hogy könnyebb szélpontok. Vagy ki sokkal később repülnek fel, ugye könnyebb elejteni őket. Rá tudok állni. Akkor, hát az jó. Hát figyelj, akkor fogd meg. Mindig kinéztem. Lapott egy lövést. Sarki Csak fény. nem számítom. Hol vagy, Sarki? Néma, itt van még egy. Mennyi van itten? Oda néz a... Nézd már Itt meg. van még egy.
te délen vagy hol vagy te most ilyen? Itt vagyok. Itt állnak Őszintén. egy hét a Ja, igen, ez a célház. Hát, azon gondolkodom, hogy is bepepokoljak sátat, adjunk neki egy esélyt, hogy körbeugráld ezt a pályát. Körbeugráljuk. Egy fél szerintem. óra, fél óra se. Fölteszem, kiteszem, aztán odaugrasz, főhozod a... Hogy hívják ott, azt bejárod a pályát, pikpak. Hát Aztán igazán most egy pénzt akarnék formulni. Tudsz ugrálni a házak között, akkor már az már jelentős előny. De ez micsoda, hogy egy helybe állnak az állatok néha? Hát éjjel van. De csak a madarak És állnak hol egy is helyben, nem? ennyi csak madarakat látom egy helyben. Ja, most ezt nem. Az X-el tudsz fütyülni, lehet felrepülnek, aztán próbáltod löptével nyomatni. Megnézem, csak találjuk madarat. Jó, ez érdekes volt. Minuszi. Megint egy Ez. jávornyom. Most megszólalt a galamb. Galamb. Ja, turbékolt. Aha. Egyébként Gyere már eddig. azt vettem észre, hogy sokkal több az ilyen háttérhang. Tehát sokkal életdúsabb lett az egész pálya. De más pályákon is észrevettem, hogy több lett az ilyen háttérhang. A madár csicsergés, meg ez a hasonló tücsök ciripelések, meg egyéb ilyen dolgok. Szóval sokkal, sokkal életdúsabb lett az erdő, és hogy csatangósz is benne csak. Nem, ez csak ezek voltak. Nem, ez is bugból. Meg kellett fütyülni. X, nekem az X-el, de én azt hiszem nem módosítottam, próbáld meg. Nem reagál semmit rá. Az X-re? Sem, itt áll előttem ugyanúgy. Hát alszik, figyelj. De kinyírjuk. Na, ez goldos lett. El is fogadta, hogy földölötted le és gold lett? Ha? Bemennek ilyen szívlövésszerűségre. Akkor lehet, hogy én tudtam rosszul. Ezt elfogadta nekem goldosra. Egy keresőnél madarat. Jó. Akkor nem tudom, mit vártam, hogy röptébe lövöldjük. A nőstéket nem adta valami, szereplődtem csak eztet. Hát, hogy nem mindig modát lehet földről lőni. Azért elég sejtelmes hangok vannak egyébként, hogy hallgatom. Elég kísérteties hangok vannak. Szóval 3 óra van, és még nincs sarki fény. Ezt nem is figyeltem közben. Ez messze van. Nem pazarok. Érdekes amúgy, mert most a madarak is bukolnak nálam, meg a farkasok is. Legtöbbször. Farkasok. A lyukon. Most napon. Ott is egy helyben állnak csak. Ott nem mindig lyukon. egyébként.
Ha meglövöd, valamikor elkezdenek feléd menni, megtámadnak. De kicsit Egyet-két. fut és megáll. Kicsit fut és megáll, annyit csinál nekem. Oda meg mellé, aztán ott lehet, hogy nem támadni. Igen. Itt találtam valami izényomot. Use nyom lesz ez szerintem. Ó, az anyára, hogy szeretgetem. Megérsz a jávor nőstény. 0 óráig. Egy hangot nem ad ki egyik se. Ezt annyira utálom, amikor este van, és akkor szólal meg mögöttem a jávor nőstény. Jussz sehol. Hú. Ja, most én. No. Nem tudom, ér-e annyit, hogy a sarki fényt megnézzük, hogy itt csatangoljunk az éjjelbe. Már ugye annyira nem zavar. De engem se. Csak, hát ahogy a ritkábbnak tűnnek az állatok most ilyenkor. Appal nekem azért nem. valamikor van dömping. Lehet például rossz helyen vagyok. Lehet rossz helyen vagyok. Átugunk egy másik helyre. Madár arra. Jó, hogy jávar, addig kiszenvedem, remélem. Én megnézem a madarat. Elég jól ad a madár. Ja, nem rossz. Na vajon itt leesünk? Ne vessünk le, le tudunk menni, jó. Ó, itt alszik a madár, plusz egy tréfélig. Halló? Van itt a madár. Ezt nem adja be. Nőstényeket. Azt a mindenit mellé lövök, az -e. Ez érdekes, 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 érdek. Na, eltaláltam. Hát, abból vitálhit biztos nem lett. Biztos, hogy nem lett vitálhit. Megvan. Megvan, de 3 lőszerrel szerintem. Ez a 4-szeres nagyítás nem túl a célos egyébként itt az éjszakai távcsövön. Azt sem észre, hogy nőstény vagy, hogy mi, vagy mekkora, vagy hány kiló. Hát mondjuk ezzel a távcsővel azért 4-szeres nagyításra elég nagy kihívás. Apró állatot lőni. Mondom, emlékszem, nyúlat majd 170 méterről. Az lesz ne érdekes még. Nagyon kíváncsi vagyok, hol találtam el, vitálhit biztos nem lett. A 3-ból 3 találat. Egyszer egy lábszár, egyszer egy gerinc mellett hús.
Meg egyszer egy hátsó láb. Hát... Ja. Erőteljesebb rákészülés kell. Itt a nyoma. Mondjuk hívhattam is volna magamra. Közelebb jön, aztán jobb lett volna a lövés, biztos. Megint itt mi a kacsa? Azon morfondi az, hogy képezzek-e ki egy második kutyát. Mondjuk 45 ezer a ára. Hogy az utolsót is alulra tegyem. Mert amúgy nincs baj a képzéssel, csak az utolsót fölülre raktam. És bár én nekem bejött, hogy a farkasokkal, meg a pumákkal, meg egyebekkel úgy eltáncolgatok. Föl van fütyülve a kutya három szívre, akkor sokkal tovább tartja távol a támadó állatot. És akkor, ha falkában vannak, akkor könnyebb lelőni, nem kell menekülni, nem kell körre mászni, nem kell vízbe futni, nem kell semmit se csinálni, mert a kutya miatt nem támadnak meg olyan hamar. De hát az csak néhány pályán érvényesül, viszont hát nagyon sokan mondják, hogy az utolsó skill az nagyon jó, az alsó. Hogy esetleg egy kutyát arra is kiképezni, és akkor csak akkor viszem ezt, amikor arra a pályára megyek, ahol van haszna, a többi meg maradna itt. Csak a lusta vagyok. Kövessük le ezt a medvét. Arra van madár, menjünk kovára. Csak most nincs kreditem, mert gyakorlatilag kiépítettem itt ezen a pályán hatot. A többi pályán, ahol van madár, kiépítettem kettőt. Úgyhogy úgy elfogyott 300 ezer kredit, mint a húzat. Ráadásul nem sajnáltam a ludakat se. Már nem is 20-at raktam ki, hanem 30-at raktam ki. Mindegyikből vettem egy 10-est, azt kiszórtam. Nem variálgattam, hogy itt ötöt, ott ötöt lecsipek. Aztán valamivel több ludat is raktam ki, mint ami a 100%-os híváshoz kell. Úgyhogy olyan 300 föle van a kreditnek, amit elköltöttem most így hirtelen. Aztán már tegnap már úgy jártam, hogy miért nem tömi ki, miért nem tömi ki, hozzá se szoktam, nem tudom kitömni, mert tele voltam zséve. És úgy elfogyott a lóvé, nem tudtam kitömni az állatokat. Én meg azt hittem, hogy valami bár, azt elkezdtem kitörögetni, hát nem tudom kitömni, nem tudom, az kész. Hát aztán ja, aztán rájöttem, hogy ja, kéne kredit. Úgyhogy egy ilyen 49 pontos sakáltó, minek nevezik, kojottól megszabadultam. Egy-kettő. De mindegy, nem bánom, mert majd jön helyette más. Legalább átlátható most már, hogy mi van, mi nincs. Ott a medve, 8 mitikál. Hallod? Nekem ez a madarazás itt tetszik, hogy nem tűnnek fel. Már egy tízest kiszedtem belőlük így is. Elrontottam. Ó, a fene egyen meg. Ó, a fene egyen meg. Ó. Ez gerinclövés lett. Ó, a fene egyen meg. Ráadásul remélem, hogy ja, legalább 300-assal lőttem. Ó, ezt elrontottuk. Ó. Felhúztam a puskát, de miért? Mindegy, meglátjuk, gyerek, hogyha megkeressük. Hát az külön szerencsé, hogyha mégse. Gyere, kutya. Ennyi. Ó, de kár, hogy én azt így elrontottam. Nem futott sokat. Hasonlít egy nőstény medve is.
Most éjszakai az nem akarok összetanítkozni. Medvével. Elhívjuk azt a medvét még. Na, lassan éjfél. Hú, micsoda Hogy hangok nem te. ilyen, hogy nem ilyen hajnalban lenne szerinted? Nem tudom, mikor lesz. Fogalmam nincs, mikor lesz. Hallom a lépteit, és sem látom. Ott van. Madár. Megfordulsz, megfordulsz, megfordulsz. Azaz. Ez már föl lesz fedezve. Gyerekek, hó, meg lesz a két medve. Én fogok nyerni. Ha ha ha. Madarazzál csak. Nem vagyok. Na, szilveres madár. Van is madár. És több. Annyi pénzt kiformoltam ezekkel, hogy csak nem. Hol van a másik medve? Ne viccelj, előbb itt volt a órom előtt. Hol elküldjem ki a kutyát? Megkeresse. Jó, ott van, ahhoz fektettem le mellette. Ő hülye. Egy medve megvan. Egymás mellett volt két medve. Hát szép gold, 26-40. Ezt elmentjük. Hát azt a 9-es mitikállal nem is tudom mit csináltam, azt csak lehet, hogy csak fölvettem. Nem az árny, nem az árny. És van egy harmadik medve itt, jó? Úgyhogy elindulunk utána. Vasz, teszek valami madár challenge-et, hogy te is csinálj, neked is lehet. Lehet, hogy már azt meg is nyerted volna. Jaj, itt eljövök. De szóljál, ha van kedved, körbeugráljuk, nem sok idő. Kidobom a sátrakat, főzöd. Aztán, amikor lesz kedved, megveszed ezt a pályát, aztán akkor nem kell ezzel foglalkozni. Én el vagyok. Jó, csak úgy szűk területen ugrálsz, tudod? Tehát most így meg, hogyha megvan az ugrász házról házra, azért az egész területet jobb belátni szerintem. Különböző állatfajok, ott a medve. Inkább ilyen egy helyen vagyok itten, és így annyi madárt lövök, hogy csak nem. Ott volt a medve. Ott volt a medve, feküdj le, kutya. Mondom. Jó, kéne nél még egy madárnak itt valahol, csak olyan kicsi vagy drágni. Most járunk 53 talán. Még ezt a madársúlyt az ember vagy 0 kg-osok. Nagyra tetszik. 0 kg.
Azért nem látná meg szerintem, mert sötét van. Valószínű, igen. Szóval itt volt egy medve, az biztos. A szélirány szempontjából nem kellett volna, hogy megijedjen tőlem. De a hívás sose jön. De ahogy elnézem, ezt tudko, hogy elfutott, mert még tipikus medve hangja sincs. Tiábor van, 20. Este 20-tól éjfélig. Van madár is. Mindegy, azért még meghívom, hát ha van kedve visszajönni. Én már hagytam utána. Nem vettem észre, de itt át mellettem. Silver. Maximum, nem tudsz ebben majd madarra a challenge-et? Az a helyzet, hogy egyszerre egyet tudok berakni, és akkor most törlődik a medvés. Na, maci. De hát mondjuk el... Ja, hogy van ott medve? Aha. Akkor 2-1 lesz az állásám. Az a lényege, hogy aki elő meglövi a három medvét, az nyer. Tehát most teljesen mindegy. Csak hogyha nekünk nem, akkor még jobb lesz. Hop hop. Hop hop. Itt van egy kukorékoló izé. Nekem nehéz, mert megöl. Hát még az erdő kellős közepén elég nehéz. Pár koronájába lőni. Te köszi a medve, azt hogy szeretek a Arab Divide-ba támadni? Hát, az általában elfut, akkor támad meg, ha közelről lövöd meg. És akkor megtámad akkor, de amúgy nem. Tehát olyan, amíg nem találkoztam, hogy nem vettem észre a medvét, és az megtámadott volna. Ez fut. És elég bajosan fenném. Akkor még lehet nem vett észre. Shit, menj innen. Nem barátkozol velem. Van elment. Nem láttam. Az a baj, ezek rohangálnak. Taxi? Mint a Call of the Wild-ben nincsen vérfarkas? Nincs. De kár, jó lesz. Egy moci, hármas. Silver. Az szép az egészben, hogy egyszerűen lehet látni a repülő madarat. Akárhogy. Az sűrű lunkorában nem lehet látni. És ha nagyítós izével távcsővel nézném, akkor sem nagyon lehetne. Nekem még a fegyverem még távcső is sincs, úgy odászos sem. Ja, a 20-ason nincs, meg nem tudom, a lapátcsővel nincs, azt hiszem, de...
Igazából van rá távcsövem, csak nem használom. Jó, hát íz is. Én a Red Dotot szeretem használni. Hát még az se. Azt is átdolgozták, most tök jó lett az is. Kihozom. És a kacsára kihozom. Rendezhet én. Újabb nőstény, jávor. Ez nagyon jó, hogy nőstény jávor. Nagyon jól meg lehet csinálva a madárnak fizikája, mert nem beleillik a környezetbe. Úgy. Arra nyuszi van. Visszanézzük a fajdok, eddig is nem voltak játékban, csak most jöttek be a pályában amúgy. Pályával jöttek be. Pályával? Jó tudni. Nekem azt Eddig csak a kanadai Ludd volt benn madárként, a Mallard, a Cinnamon, meg a Kúbet is. Mit tudom én, mindig elfelejtem a nevét. Tehát azok sem nagyon működtek, de most már azok is működnek tök jól. Láttál már izét? Mit? A mosol meg a kutya szerepséget, hogy az. Nem. Azt nem láttam ezt a... Azt a sarki fényt. Azt én nem, de hajra már igen. Ő mit mondott, hány óra felé látta? Azt nem mondta el. Nekem. Mondta, hogy jól nézett ki, azt annyi. Szerintem az ilyen hajnalban lesz. Igen. Nagyon érzésem. Nekem. Hát most éjjel egy óra van. Várjál! A sarki fényt az idézi elő, hogy a napfényt a mágneses tér a Földnek elvizéli. Valamit csinál vele, csak nem tudom mit. És ahhoz elmetek tényleg a felkelő nap kéne. Tényleg lehet, hogy olyan 4-5 óra felé lesz csak. Vagy éjjel 3, aha. Mindig várom, ezt csak meg fog jelenni. Talán pedig a madár sem volt kérdése. Szkovics. Hát azért egy ragadozót bedobhattak volna már ide. Most így eszembe jutott, hogy azért tök jó ez a pálya. Van rajt kis vad, közepes vad, nagy vad. Csak egy ragadozó kéne még. Még a farkasnak én örülnék ezen a lapon azért. Ötös médium, 200 méterre levő medve. Igen, ez nem open, inkább hagyják a farkasnak, nagyon örülnék, az jól néz neki tennék. Szerintem. Az nem modell. 50-75. 25-50. Szerintem a vitál hit meg lett. Várj meg. Így el is esik. Meglett a... Nem, kiírtottam a számlátokat. Meglett a három medve. Most egy madás szólna meg semmi.
Ugorjak időbe. Előre. A 3 óra környékére. De visszafele lehet tekerni amúgy? Visszafele nem. Ja. Tehát ha most 20 óra lenne és 19-re állítod. Azért várjuk, mert ez 1 óra és akkor majd azután. Szerintem. Nem, itt van nekem, van, he use is jön, hogy izé, itt nyáverok nekem, teljesen jó. Én most kihalt egy kicsit. Én nem csinálom, ami nyelvettem most. Na, já vou. Most nem persze lehet adni sem hangját. Hát... Na, no, valami nyom van. Föl kéne bukkannod. Parit ott. Fekvő jávor már van. De előbb volt itt valami hiúz is. Madár. Erre ment. Menjük utána. Nem tudom, nekem ez a pálya csak azért tetszik, mert fenyők vannak. Van lombhullató is. Alig látok fölé. Nem látok. Hopp, hogy végét érünk. Hamar a madár. Erre ment tovább. Itt lesz. Hol lenni a dörzs? Azt tudom, hogy medve szaladt mellettem, hogy csak egy lábúr. Madár. Megcsinálták ezt a medvét is azt a...
Itt javítottak a grafikán komolyan. Oké. Gyerekoma, gyerekoma. Ez a medve nem akar jönni, úgy látom. De vannak esetek, mikor nagyítás jó lenne. Valószínűleg el is futott. Oké. Nálunk közben felújítás van. Igen? Ha. És te felügyeled a felújítást? Nem, csak segítenem kell, hogy bepakolást. Bepakolni. Ja? Van 5 perc, és adom a játékünket. Ja, letelik az 1 óra. Aha, mindjárt letelik. Miért hoztam én magammal a vapiti külstet? Azt nem tudom. De itt sok haszna nincsen. Nem, kitesszük. Hát ez aztán beülök hozzád valahol libázni. Ahhoz nappat kéne csinálni. Na,
Így gyorsan újra lépek. Közben. Szóval várok meg azt, hogy a sarkpírmára én is kivetsük ők azért. Hát fél kettő van, fogalmam sincs mikor lesz. Taxi? Aha. De még játszol a klasszikkal amúgy? Hát nem, nagyon. Mostanában. Ja, most jött egy olyan frissítés, hogy már a fajdogó van albino tavaska. Ja, azt olvastam a frissítést. Néztem, hogy micsoda a tarka meg albino. Az igaz. Rengeteg színvariáció itt most. Hát figyelj most. Jó, örülök neki. Az Észak-Amerikai vaddisznókat a legtöbb színvariációt. Ja, most sikerült megnyernem az első versenyemet. Gratulálok, milyen versenyt nyertél? Őszverseny igazából. Az volt a lényeg, hogy lőni kellett az őszket, és akkor a legtöbb súly. És akkor fogtam, akkor lőttem kb. Majdnem 1000... Ja, 1000 kilónyi őzet. Most kb. Van 1000 kilónyi őzet lőttem le. Úgy lőttem második helyen. Már nem jövök. No. Hát, ez hihetetlen. Azért ez csak leesett jóval. Jó kis gól lett.
Na, itt ők. Itt vagy, taxi? Itt vagyok, ja. Meg ki van? Aha. Szólj, hogy meg kívtam. Már kiment a meghívó. Mondjuk, mi egyet nem kaptam. Most miért nem kapok meghívókat? Ez rám sétál az összes gyereket. Hát kutyám, te vagy a leg... Nyilván, hogy elém fekszel, csazd meg, hogy... Most ennyi rossz, hogy belépek és vissza ki a stack küldöm még egyszer, akkor... Nem tudom, hogy ez a meghívó, az most is nekem nagyon bubul. Lassan jön meg. Lehet, hogy újra lépek, mert nekem semmi nem jön. Ha várja, még egyet megpróbálok el. Kilépés. Taxi? Ha? Itt vagyok. Taxi. Te szoktál a World of Warship-en még játszani? Nem. Nem? Nem. Mert? Na, csak kérdem. Szóval is elkezdtem a World of Tanks-en is játszani. Én azzal is játszottam, de aztán azt is befejeztem. Na, taxi, most küldjön egy invitét.
Hát 2 órakor még mindig nincsen. Meg ki volt taxi? Megvan, bár kiküdtem. Nem tudom, mi lehetek a játékot, hogy nem kapom meg. Hát próbálj meg Steam-en keresztül, ott ismerősök vagyok, nem? Hát csak nekem epikes a játék, igaz? Ja, hogy... Ja, értem. A multiplayer tényleg nem mondsz ki, hogy nem csodálkozok. De meg kiválasztom a mappot, nem találsak volna. Hát az első nem tett jót az látványnak. Na jó, akkor csinálok egy olyat, hogy map. Oda megyek egy házhoz. Éjszakra föl. Alszok egyet. Elrólt, hogy ilyen Call of the Night. Kifogyasztottam. Kifele nyíló ajtók, ezek a legjobbak. Aludtam egy órát előre. Az a jó, hogyha most meg pont át izétem aludtam, érted? Aha. Küldön egy invitét? Na, megkaptam. Jövök. Az a baj, 3:30 van, hát nem tudom, mikor kezd világosodni, vagy hogy most. Nem is kell, szerintem kell. De nem, hanem hogy a sarki fény az mikor fog jönni. Valaki nappájk, azt bámolom az eget.
Nem most tudom, hogy ki kezdő lemezet. Van. Taxi? Láttad amúgy, hogy fog jönni egy ilyen horgászos játék is ugyanez a grafikával, mint a Call of the Wild. Aha, tudom. De a horgászos Nem játékaira nem lesz. fog érdekelni. Most Szerintem. azt néztem, hogy az is ugyanez ebbe a A grafikában Russian lesz. Fishing Simulatorra elkezdtem játszani, de valahogy nem. És persze. Itt egy kanadai lipázód is van, amúgy a taxi. Van. Lehet, hogy akkor beülök oda. Vagy gondolomba. Ezt közben tombálom ezeket. Nem hiszem, hogy más hívó, csak vigyom-e, csak. Hát most egy csomó hívó jött az új pályával. Very hard. És kanadai lipászod, az hol van? Taxi. Hát éjszakon. Itt ahol fönt vagyok. Ó, te vagy? Aha. Menjek oda. Aha. Ott van a sátor is egyébként. Kanadai lipászod, van hívó meg kacsa. A kanadai road hívó az jó lesz, de kell oda más, mert van egy másik liba, egy tundra, mit tudom én, mi a neve. Itt két liba van. Tudom. De a csalik amúgy is lehozzák, hívó nélkül is elég, egész jól. Mit rakott? Most lőttem le a medvét, ne idegesítsé. Én ma most álltak fel. Azt a mennyi liba. Azt a... Ne is esne le. Utána köttem egy tundra liba volt. Mennyi van? Azt a mennyi. Vézet már nem is kell vízetek. Már vissza kell mennem a toronyba. Elfelejtettem, hol lőttem le a medvét. Bent vagy már? Sátorba? Ben vagyok hát. Az mi ott a messzibe? Ó, te vagy.
Középzás. Aha. Nekem azt tetszik a játékban, hogy nekem a levegőbe állsz. Ja, látlak én Nekem is. az először megépítve és kell a levegőbe állsz. Én majd van egy pár madár. Ezt csak... Liba, tundra. Azt amennyi. Elfelejtettem, hol lőttem le a medvét. Jó, ott van a... Kanadai liba. Azt amennyi liba van fölöttem. Hát beszarok, hogy ezt a rohadt navaját nem tudom elkapni, ezt az északi vizét. Ah, ez is gord lett. Hát mondjuk 7-es very hard azért az már csak gord lesz. Ott egy négy gézis liba. Nem hiszem el, most komolyan átaludtuk volna azt a szart, vagy mindig más időpontba jön el, és nem lett volna, nem kellett volna aludnom, vagy hogy. Nem tudom. Azt amennyi. Megvárom, hogy lesz, mert ezt egy csomóból előbb amelyiket veszek egy csomóba. Most lassan jön föl a nap. Hú, mennyi liba van. Itt keringőznek körülöttem a libák. Nem akarnak leszállni, ez jó dolog. Nem, elég soká szállnak le egyébként. Sokára? Nem tudom, hogy merre kell közéjük lőni. Most 101. Nem, mint a sarki liba. Négy, Hát, easy. én ezt nem hiszem el. Alszok még egyet, kettőig, nem tudom, hogy... Jó, akkor nem szállnak föl. Itt vannak a libák, itt a tyúknak mellettem. De jó. Ezek rejtett, Eleje. elnyomok rá. Jó, ez se jött be. Alszunk egyet ötig. Hello. Az anyját mennyi liba van itt. Ott van még egy liba. Na. Nem, hogy nézi. Állítottál egy időt, és a gépen magától is indult. A géped. Aha. Lekapcsolt a gép. Nem, hogyha nem melegnék be, nem nyitom be hamarabb, akkor az a baj, mindig újra nyitom. Egyébként már minden hibája van ennek a gépnek, igaz? Károm, hogy még itt volt előtt, ami rakott hiba. Komolyan hány méterre vagy, te szar? Arra vagyok kíváncsi. Ja, ez mondjuk 120 méter, az elég hosszú. Na, jó, volt ez, mi lehet, hogy meg. Lehet, hogy meg, Toxi. Jó, figyelj, ahogy érzed. És, hello. Hello, hello.
Na jó, hát ennyit a sarki fényről. Annyit nem ér az egész, hogy én itten görcsöljek rajta. A 2500-ba kerülne az alvás, hát mondja. Ezt akartam, mit akartam. Ó, de jó, hogy kifele nyílik az ajtó. Összere jól állok. Ja, jó. Előbb ott ment valami. Egy 300 méteres lövés. Hiper. Hiper.
Gyere följebb, légy szíves. Ez az messze van, ahhoz, hogy hívja. Kutyám, mit látsz? Biztos, hogy nyúl van előttem állítva. Ó, a 300 méteres rohadt a nyádat. Hát majd ott nézek. Na mi van? Ja. Csak a fejedet tetted le. Ez érdekes. Ha. Hát igen. Ezt nevezik alvásnak. Vagy milyen strucc vagy? Homokba dugtad a fejed? Vagy mi van? Ó, nagyszerű. Eltűntem a saját izémről, PDA-mról. Ez de jó. Arra vagyok kíváncsi, hogy utazás segít-e rajta. Ezt nem hiszem el. Mikor örülték itt a szar? Utazásra segít, úgyhogy a játék újraindítás segítsen. Várj, leszarom. Lövök pár valambot, az két. Nem, újra... Hát nem is tudom, hogy csináljam.
No. Ferngroß. Ez a kanadai. Ezek kanadaiak is. Azok hát. Most átváltoztatok pengózzá, bepeszelok. Tundra. Hát, átváltozta. Előbeszéltem. Szerintem egy célszerű megvárni leszállnak, úgy hatékonyabb a dolog, mert most ha csak röptébe lőjük, akkor lesz két liba, amit lelőünk, így meg lett négy. Ez csak az én benyomásom a dologról. Nem feltétlenül van igaza. Hát csak libázáshoz nem baj, nem látszódom. PD-an. Gold 760. Azt nem tudom, hogy... Chrome Hybrid. Nem is azon morfondírozok, mert múltkor a leszállás nem nagyon jött be nekem a másik helyen, hogy lehet, hogy kicsit módosítanom kell az elhelyezésen, hogy kicsit közelebb kéne rakni a kis tavakhoz, mert oda szállnak be, akkor nagyon messze vannak. Nagyon messze vannak. A közelebb nem jönnek. Akkor lehet, hogy előbbre kell vinnem a helyőrséget. Ezt ki akarunk kísérletezni itt most. Ó, oda jöttek ám a flokkok, gyerekek. Tegnap, mikor küldi volt belőle, akkor alig jött valami. Nem
Nagyon kíváncsi, hova szállnak, mert olyan 70 méterre szállnak le tavakhoz, akkor vagy előre tolom az egészet, vagy a sátrat átrakom a másik oldalra. Kíváncsi vagyok. Hova szállnak le? Aha, hát mögém az erdőben is beszállnak gyakorlatilag. Nézzétek, ott szének le. Na, aha, ez is leszáll. Hát úgy néz ki, hogy alapvetően az egész itt maradhat. A véletlen dönti el, hogy mi a helyzet. Az mi volt? Elsütötte a puskát úgy, hogy nem akartam az. Ah. Jó, maradunk, megnézzük azért több flokkot is. Hogy összezám men, ha ezt most nem rontom el, akkor mi lett volna? Mondjuk kettő így is megment. Én vagyok olyan hülye, hogy két libát nem bírok megjegyezni, hogy hova esett le. Igen, én vagyok olyan hülye. Azt vettem észre, hogy a vízibadarakat nem fogja keresni a kutya. Az ilyen fajtféléket, meg ezeket a izéket, ezeket megkeresi, ha meglövöd. De a vízimadarakat nem. Én két dologra tudok gondolni ez ügyben. Vagy elfelejtették és javítják. Mert az köcsökség, hogy ezeket nem keresi meg, mert hogyha most ez is leesik 100 méterre, akkor hogy találod meg? Vagy terveznek egy behordó kutyát. Tényleg fogalmam nincs, hol esett le a másik. Most fölvettem mind a kettőt, és azért vagyok hülye.
Azok már össze vannak, ja. Ahhoz képest bengózokat láttam a vizéné, elég. Aha. Azt a macskát jobban szemügyre vesszük majd. Hát, azt mondtam, ott van, és most meg nincs. Hova lettél? Direkt Google-ba mentem. Mondjuk ott a dimbes dombos a rész, úgyhogy lehet, hogy lent van valahol. Ez ilyen hava ideért az-e? Ez ilyen hava ideért. Jön és a nagy messzeséget, ne? Thank you.
Mielőtt tartok én most, délután lehet visszajövök. Még azt nem tudom, hogy vadásszak, vagy snowboardon majd. Hát ez majd kiderül, majd esetleg. Még 1-2 óra múlva. Mindegy, nekem akkor is tetszik ez a pálya, én el vagyok rajta, nagyszerű. Kár, hogy nem láttam a sarki fényt, azt szívesen megnéztem volna. Lehet, hogy is eltűntem az PDA-mról, úgyhogy ez egy bug megint, úgyhogy... Úgyhogy most egyelőre ennyi lesz. Úgyis kaja idő van meg ilyenek, úgyhogy... Mindenkinek jó étvágyat az ebédhez. Ma jelentkezem. Szevasztok. Amúgy majd nyílt pályával jövök úgyis.